Szatmárnémeti azon magyar latta települések közé tartozik, ahol az 1848-as forradalom egykori két ellenfelének és vitapartnerének, Kossuth Lajosnak és Széchenyi Istvánnak az emléke jól, sőt láthatóan fér meg egymás mellett. Kossuth Lajosnak jelképes sírja van a református temetőbe, és a város tavas sétatere is az ő nevét viseli. Mi Kossuth emlékét ma kisvonat meg platánok idézik, Széchenyi István egész alakos köztéri szobrára a régi városközpont öreg fái tekintenek le. A legnagyobb magyar szobrának avatása 2018 márciusához kapcsolódik. Gróf Széchenyi István személye azt gondolom, hogy ezer szálon kötődik Szatmárnémetihez, Szatmár megyéhez, de az egész észak-partjúmi régióhoz. Az ő nevéhez fűződik a Tisza folyó szabályozása ebbe a régióba, az ecsedi láb lecsapolásának a megkezdése, és nem utolsó sorban a Szatmárnémeti Arad vasútvonal megépítése. Azt gondolom, hogy főleg egy ilyen több nemzetiségű városban, mint Szatmárnémeti, Gróf Széchenyi István személye azt példázza, hogy a gazdasági fejlődés, tudományos fejlődés, a kulturális élet fejlődésének a hasznát nem csak egyesek vagy kettesek látják, hanem az egész közösség haszonélvezője lehet ezeknek a fejlődéseknek. És azt gondolom, hogy a Széchenyi személye a románság számára is egy pozitív tényezőként jelenik meg, hiszen ő többször kérte azt, hogy a régióban élő románságot is hasonló jogok illessék meg, mint a többséget. Úgyhogy azt gondolom, hogy szükség lenne minél több ilyen példára. Mai nap is, 2018-ban is van mit tanulnunk Széchenyi Istvántól. Erőt meríthetünk az ő munkásságából, és még egyszer mondom, a legfontosabb üzenete az, hogy amikor egy hidat építünk, azon nem csak egy-két ember fog átmenni, hanem mindenki, aki az egyik partról a másikra át akar jutni. Ez egy civil kezdeményezésként indult, de nyilván, hogy forrás hiány miatt nehezen lett volna megvalósítható, ezért az önkormányzat 2016-os és 2017-es költségvetésben is befoglalta, végül is 2017-ben került kifizetésre. Az a 150 ezer lejnyi összeg, amivel támogattuk ezt a nagyon szép kezdeményezést, hisz Széchenyi az köthető Szatmár megyéhez, eddig is volt kultusza, van egy Széchenyi obeliszk kőszegremetén, ami több mint egy évszázada hirdeti az ő műveit, amit a Tiszaháton elindított, és ami befolyásolja a mai mindennapi életünket is Szatmár megyében, és nyilván, hogy ez a támogatás nem lett volna elég, de ugyanolyan felhajtó ereje volt, mint annak idején Széchenyi jó ötleteinek, amikor például akadémiát alapított egy évi jövedelmével, mi is elkezdtük az első részletet, kifizette a megyei önkormányzat, és akkor emellé még jöttek más magánforrások is, és így sikerült ezt a szép alkotást megalkotni Szatmárnémeti főterén. Hogy ez a szobor itt áll, nagy szerepe van ebben Sike Lajosnak, a valamikori újságírónak, aki a Széchenyi tevékenységét kutatta, és szerette volna mindenképpen szobrot állítani az ő emlékére. Deák Árpád nagyváradi szobrászművész alkotása Szatmárnémeti díszévé avatja Széchenyi István egész alakos köztéri szobrát. A legnagyobb magyar érdeklődéssel figyeli a város régi épületsorait, és valahol odébb az általa olyannyira Rivalda fénybe állított Tiszába ömlő Szamos folyót.